A komplexum a gyógyászati kezelések és szolgáltatások hosszú sorát kínálja a fürdőbe érkezőknek. Nemrégiben engedtek bepillantást a testi-lelki feltöltődést nyújtó szaunaparkjukba, illetve korábban már bemutatták többek között az elektroterápiás, a galván és iszapkádas kezeléseiket, valamint a wellness részlegüket is. Mindezek mellett a látogatóknak szárazföldi tornákat ajánlanak az ízületi problémák megelőzésének és rehabilitációjának céljából. Három speciális mozgásformát kínálnak, melyet előadás és gyakorlat keretében is bemutattak a gyógytornászok. Az egyik ilyen a gerincfertőzés kezelésére való, modern és hatékony Schrott módszer. Ezt főleg 10-15 éves kor között ajánlják a szakemberek, amikor is a legnagyobb eséllyel tudnak segíteni a betegeken, viszont felnőtt korban sem elhanyagolható. Másik tornánk a McKenzie torna, amit elsősorban porckorongsérvben szenvedő betegeknek ajánlunk, de ugyanúgy segíthetünk egyéb irányú nyaki, háti és derékfájdalom esetén is. A harmadik speciális tornánk pedig a gátizomtorna, aminek az inkontinencia kezelésében van nagy szerepe, illetve ennek a megelőzésében. A kezelések az épület emeletén kialakított tornatermekben zajlanak, csoportos és egyéni formákban. A gyógypedagógusok bordásfallal és különböző eszközök segítségével mozgatják át a betegek izmait egy-egy foglalkozás alkalmával. És vissza magunk elé, visszafelé, figyeljük arra, hogy nem gorjon össze hirtelen a szalag, szép lassan engedjük. Például a Schrott terápiában több eszközt is használunk, például nagy labda, különböző botok, hengerek, kislabdák. A McKenzie tornánál ott kevesebb eszközt használunk, de nyilván ott a McKenzie terápián túl egy has-hátizom erősítő torna is szerepet kap, ott ugyanúgy használhatunk kislabdákat, gumiszallagokat, súlyzókat, illetve a gátizom tornában is a bemelegítésnél használnak főleg kislabdát és gumiszallagot. Tóth Nikolett elmondta, hogy érdeklődés esetén a Hagymatikon főpénztáránál kaphatnak segítséget, ahol lehetőség van a gyógytornászokkal konzultálni és időpontot egyeztetni. Továbbá felhívta figyelmet arra, hogy amennyiben rendelkeznek orvosi papírokkal, azokat feltétlenül vigyék magukkal a betegek.